kezdjünk is bele a Prehistoric második videójába. Úgy érzem, mindenkire ráfér egy kis nosztalgia. A fiatalabb korosztályból amúgy sem valószínű, hogy mindenki ismerné ezt a nagyszerű játékot. Nekik külön elmondanám, hogy bár meglehetősen rövid és kicsi ez a játék is, a nehézség gondoskodni fog róla, hogy jó ideig ne hund meg. Egyébként meg azzal is tisztában vagyok, hogy nem sokan szívlelik az ilyesfajta játékokat, ezt meg főleg nem, mert nyugodtan mondhatják, hogy milyen primitív, bunkozd le a dinoszauruszt, ugord át az árkot, mi ebbe a pláne? Hát nekik elmondanám, hogy egy ősember nem igazán tűzhetett ki maga elé mindenféle magasztos célokat akkoriban, nem ölhette meg Hitlert, nem győzhette le a pokol démonjait, de szó ami szó, a világot sikeresen meghódította, mert annyira sikeres lett ez a játék. Abba sem nagyon kössünk bele mellesleg, hogy túl sok valóságtalan cselekmény történik itt, olyasmik, amik nem igazán történhettek meg úgy, ahogy. Jól van, hát a programozóknak a Titusnál mégis honnan kellene tudniuk, hogy mi történt az őskorban, honnan szerezhetnének első kézből információt. Mivel nem tudjuk megcáfolni, nyugodtan elmondhatjuk, történhettek így is a dolgok. Őstörténet szempontjából nagyon is elképzelhetőnek találom, hogy ezzel a bunkósbottal még nem lehetett fölfelé jutni. Hát a bunkósbot az ősembernek olyan, mint nekünk a számítógép. Tovább kellett fejleszteni, ez még csak egy prototípus, fel kellett találni egy jobbat. Az is elképzelhető, hogy az ősember azonnal meghal, amint lejár az ideje. Mert miért is ne? Na tessék, megmondtam. Sietni kell az ősembernek, szorít az idő. Kezdődik a Flintstone család, belehal, ha nem látja. Átugrálunk a mozgó szigeteken, ez egy elég nehéz rész. És amint látjátok, nem nagyon van idő arra, hogy kitanulkozzunk, hogy milyen ütemben emelkednek fel a szigetek. Arra itt végre megpüfölhetjük a madarat. Sajnálatos módon ezt se lehet ám megölni. Csak mindig visszapofozzuk. Ritka vacak egy bunkó ez az ősembernek. Na, tojást azt minden esetre szétverjük. Jaj, megint van egy ilyen barlangi szarmók, amilyen tüzet köpköd. Jól van, bemegyünk ide is. És most csak így teljesség kedvéért megmutatom, milyen a Game Over. A szomorú zenéből egyből ismét vissza a vidám zenére! Hát természetesen kezdhetjük bármikor az első pályától. Na, de eleget látunk az első pályából, talán menjünk be a kiáratba, ami ebbe az esetben is két lufi. Ezután kapunk egy kis pontelszámolást, kapunk jutalmat az elfogyasztott kajákért és az életekért. A második pályán összesen egy nagy főellenség lesz. Egy meglehetősen humoros megoldása, egy ilyen szorítóban vagyunk, boxmatch-szerűen, és mindenféle szemek néznek minket a háttérből. Csak annyi a dolgunk, hogy ennek a meglehetősen haragos dinoszaurusznak szétüssük a lábujjait, és közben visszapofozzuk a pelenkás kis dinoszaurusz kölykeit. Őket is magával hozta, hát hogyne? Nézzük a harmadik pályát, ami egyből a sarkkörre visz minket, jó kis havas jegeces az egész pálya. Ezen a pályán található meg a legtöbb ilyen eldugott kaj, amit kipofozhatunk a levegőből a bunkósbotunkkal. Például egy fini hamburger volt, egy sajtos hamburger, ott meg egy csirke, a pingvinek. Hát igen, minden éghajlati övnek megvannak a maga sajátságos szereplői, itt például a pingvinek lesznek, a pókok azért innen se hiányozhatnak. De itt is vannak madarak. Nézzük, hol a limonádé? Ott van! Szétverhető kaják itt, csigaházak. Biztos volt ilyen őscsiga, ami itt kibírja a havas éjszakot. Ott is kiütöttem egy kaját, és ott lesz a Ginny. Puff. Na. A hasznos tárgy ez esetben egy kókuszbomba volt, ami azonnal elintézi az összes szörnyeteget. Úgyhogy nem is kellnek fel utána. Na, felvesszük a hibajavítót is. Másszunk fel ide. Itt is itt jégaknák vannak. Na, jeges maci! Nem rossz ötlet azért. Na. Ne csináld már! Ez a kis töpcli hogy a fenébe tud megsebezni? Na mindegy. Felszedjük ezt a hasznos tárgyat, ez egy rugó, már láthattuk korábban, ettől kétszer akkorát tudunk ugrani. És ezeken a helyeken nagyon hasznos, mert itt is vannak ilyen kiemelkedő szigetek, de ez szerencsére sokkal könnyebb, mint az első pályán. A rozmárok itt meglehetősen erős ellenfelek,
Jó pár pofont neki ki kell osztogatni, hogy beadják a kulcsot. Na, itt van Jeges Maci. Ó, ott van még egy! Nagyon utálom ezt. Soha ne a barlang bejárat előtt pofozzátok szét az ellenségeket, mert bármikor kijöhet egy újabb. Jó van, azt megúsztam. Na, itt is lesz egy Ginny, itt speciál pontosan a létre a tetején fog megjelenni. Hát persze, ott ahol ez sasmadár, vagy nem tudom milyen madár ez, palimadár, itt röpköd. Na, kaptam tőle egy életet, ugye ez az aranyszínű ank. Na, ezt is jól megpofozzuk a rozmárt. És itt ugyan nem Luffy van, de itt is lesz egy ilyen repüléses epizód. Át kell szelnünk egy jókora adag jeges vizet, egy bőrsárkány repülővel. Ez is egész korhűen néz ki. Viszont ez sokkal nehezebb a kis felugró halacskák miatt. Na, hát itt se lehet megverni a halakat, akármennyire is szeretnék ezeket a jókora kardhalakat. Nem lehet őket szétpofozni. Sőt, madarat se lehet. Egyre több az ilyen sebezhetetlen ellenfél. A haigálós ellenfél meg egy hóember, ami érdekes módon kajának számít. Na, jó van. Pont a legjobb helyen újni bele a száraz tüské is akármibe. Hát a barlangban tüzek vannak. Ah, és itt egy behajtani tilos tábla, ami jócskán visszaküld minket a pályán, de igazából ha megtanultuk, hogy ez a szigetes rész ez hogy működik, marha egyszerű lesz átjutni. Na, és nézzük meg, milyen a sárkányrepülővel a halál. Be is lehet menni vele a víz alá, és így elrepül a francba a repülő. A harmadik pálya vége szintén egy sárkányrepülő lesz, ezután már nem kell aggódni semmi miatt, már csak a pont elszámolás van hátra, és jöhet a negyedik pálya. Igen, minden páros pályán fő ellenség van. Megint itt vagyunk a boxmatchbe. Ez egész egyszerű, ha az ember nem véti el az ugrálási ritmust. Ennek a triceratopsnak kell a farkát jó dagatra verni, miközben középen azon a rugón elkerüljük a szúrását. Aztán, hogyha lecsökkent az energiára, akkor ho-ho, elvisz minket. Hova vitt minket a triceratops? Hú, hát jó pár ezer kilométerrel odébb a forró trópusi esőerdőkbe, ami még nehezebb pálya. Mondjuk a harmadik se volt éppen piskóta, háromszor haltam meg, idézőjelben csak. De ez még nehezebb, itt a gombákat zöldéke pofozni. Vannak mindenféle dzsungelvadállatok, vagy kígyók. Itt is vannak, hát itt már papagájmadarak vannak. És persze a javarészük itt is sebezhetetlen. Erről az az ágra tekeredett mérges kígyó. Na, és itt már a haigálós ellenfél is más. Hát a hóember nem sokáig bírná ki ilyen klímába. Itt már mókus van, mint a mókus fenn a fán, és haigál a makkal vagy mogyoróval. Na, nézzük itt. Barlangok helyett fa odvak vannak, és itt is el van rejtve egy kis ez meg az. Finom kaja. Néhány ellenfél itt maradt a korábbi pályákból. És hál' Istennek a Ginny is, amitől most egy pajzsot kaptam, de vannak új arcok, például a Flamingo, akivel elég nehéz elbánni, amíg az ember rá nem jön a spéci módszerre. Ha a lábát püfölöd, semmit nem ér. Nem lehet így megölni. A fejét kell kétszer eltalálni, így viszont akár a leggyatrább bunkóval is megölhető. Az ötödik pályán szintén van egy különlegesség, egy odúban folytatódik, és csak így juthatunk tovább. Fel kell menni szépen az odúban, még feljebb. Itt még több mérges mackó van. Még több gomba. Jó, szétverem a gombákat is, hogy bezöldülnek. Oké, ott a bolond gomba. Fölvesszük és mehetünk ki. Teljesen másik helyen fogunk kibukkani, tehát vissza már nem mehetünk, de miért is akarnánk? Így is elég kevés az időnk. Hát, ettől féltem. Ezek miatt a nyomvat akadályok miatt nagyon nehéz úgy eltalálni az ellenfeleket, hogy fel is tud venni, amíg a földön szédelegnek. Na. Na, ott hülye mérges mackó. És ott van a Jean. Ah, lemaradtam róla. Mindegy. Már úgyis itt van nem sokára a kiárat. Szóval hülye mókus nem lehet lepofozni, ez meg itt haigál a makjaival. Hú, pedig de megverném. Na jól van, felveszünk egy kis konzervet. Na, adunk a macinak, úgy.
denevérek azért itt is vannak, hál' Istennek. Meg persze tüzek is, de szerintem ezeken könnyebb átjutni, mint a harmadik pályán, az északi sarki barlangokban, na azok nagyon nehezek voltak. Ez se éppen egy könnyű szakasz, mondjuk, ugyanis nincs alatt a talaj. Ha leesel a fákról, meghalsz. Ahogy, na mit mondtam. Na, jól van, a pálya itt ér véget eléggé egyedi módon. Ezt a flamingót mindenképpen le kell pofozni. Úgyhogy aki nem tudja, hogy hogy kell elbánni a flamingókkal, az valószínűleg nem fog átjutni ezen a pályán. Nos, rendben. Ilyen liftszerűen legördült a fatuskó, úgyhogy mehetünk tovább. Már csak az utolsó két pálya maradt hátra. A harmadik videóban azt is megnézhetitek. Természetesen az értékeléssel egybekötve, és utána valami egész különleges videót készítek majd.